Az alsóbb osztályokban is véget ér a nyári szünet. Augusztus 12-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pontvadászatok küzdelmei is elkezdődnek. A következő szezonra összesen 123 csapat nevezését fogadták el, akik három osztályba sorolva küzdenek majd a végső győzelemért, illetve a feljutásért. Az első osztályban 16 együttes szerepel, a másodosztályban 3-16 csapatos csoport indul, a harmadosztályban pedig 4-15 vagy 16 csapatból álló csoport lesz majd. Az élvonalban valamennyi feljutó együttes vállalta az indulást, az alsóbb osztályokban viszont vannak változások. Az elmúlt évekhez hasonlóan sajnos mindig van olyan csapat, aki az előző szezont, ahogy befejezi, a következőben nem nevez, viszont mindig vannak új belépőink. Ez most sincs másképp. Annyi változás volt, hogy most egy picivel több csapat lépett vissza, és kevesebb volt az új együttes, így a tavalyi évhez képest 4 egyesülettel kevesebben indultunk most el, illetve hát olyan nagy hagyományokkal rendelkező sportegyesületek nem neveztek most egyik osztályba se, akik azért az elmúlt évtizedekben meghatározták a megyei, meg az NB-s labdarúgás, például ilyen a Záhony, ilyen a Szakoly csapata, ilyen a Pap együttese, akik nem neveztek, akik azért azt mondom, hogy nagy vérveszteségnek bizonyulnak, hiszen ők a megyei másodosztályból léptek vissza. Új bajnokság is indul szeptembertől. A Magyar Labdarúgó Szövetség vezetése a szakák folyamatos fejlődésére való tekintettel, az NB2-es pontvadászat alá csoportosítva, a 2017-18-as szezonra a felnőtt férfi korosztályra kiírta a regionális futsal bajnokságot. A futsal régiós felnőtt bajnokságunkban a nevezés határidő már lejárt, ott már tudjuk, hogy 12 csapatunk lesz, azért régiós, mert Hajdú, Borsod és Szabolcs megyéből tevődnek össze a csapatok. Most megyei bajnokságot nem írtunk ki, ugyanis az MLS azt kérte, hogy az NB2-t segítve úgynevezett régiós bajnokságokat írjunk ki, minket bízott meg a szervezésével, hiszen az elmúlt 4 évben a megyei felnőtt bajnokságunk az nagyon jól működött, ennek megfelelően sikerült egy 12-13 fős felnőtt bajnokságot kiírni, az is szeptember végén rajtól, és az utánpótlás bajnokságokra az U17 és az U20-ra még lehet nevezni, 2 hétig, augusztus közepéig. A női bajnokság terén nagy változás történt, mivel több mint 10 év után nem indul el. Mindössze 3 csapat adta le a nevezését a megyei bajnokságba, a többi együttes mind magasabb osztályban indul. Jó hír viszont, hogy a női U15-ös korosztályban megduplázódott a résztvevők száma.